Már ennyi az idő? Akkor egy pillanat is jövök. Na, ugye megmondtam. És hogy minek jött el az ideje? Vendégeim a keresztmetszertről mesélnek. Már nem erről, hanem arról az igaziról. Arról, ami képes mindent megváltoztatni. Elmondják, hogy milyen volt az élet előtte, és hogy milyen azóta. Hogy valóságosan mennyi mindent képes felülírni az a bizonyos meccéspont. És hogy mi ez a meccéspont? Nem micsoda, hanem kicsoda. Ő Jézus Krisztus. Mellesleg, igen, a műsor is róla kapta a címét, de most mennem kell, mert kezdődik a Keresztmetszet. Köszöntöm a Keresztmetszet nézőit! Szerintem ma is egy érdekes beszélgetésben lesz részünk, ugyanis vendégem 8. korában úgy döntött, hogy átadja az életét Jézus Krisztusnak. És mindig csodálkozva figyelem a fiatal megtérőket, hogy vajon mit tud átadni egy ilyen fiatal gyermek Isten kezébe. Ő átadta, és meg is maradt a keresztény hitben, ennek ellenére csak 30 éves korában kapta meg a pályáját, az útmutatását Istentől, ezt az utat viszont azóta is járja. Ő a Paksi Pünkösdi gyülekezet lelkipásztora, D. Nagy Tamás. Szervusz, Tamás. Szervusz. Köszönöm a meghívást, Csabi. D. Nagy Tamás. Igen. Mit akar a D? A D Hát úgy szoktam fogalmazni, hogy nekünk már az anyagkönyvvel együtt adták a doktorátus felét, de a másik felére ugyanúgy kell dolgozni, mint másnak a kettőért. Ez a humoros része. Nem lehet biztosan tudni, próbáltunk visszamenni. Általában az ilyen egyszerűbb nevek, mint Nagy Kis, Szűcs, Kovács, kaptak falvakban elő neveket, például honnan származottak az őseik, vagy mi volt a foglalkozásuk. Úgyhogy valószínű, hogy a miénkből is a D onnan került, hogy Békés mellett, ahonnan én származom, Békés mellett van egy doboz nevű község, és elképzelhető, hogy valamelyik ősünk dobozról származik, és akkor a D betű innen maradt. De nem biztos. Ez nagyon érdekes. Én azt hittem, hogy ez rövidítés, hogy két családnév, és az egyiknek csak a kezdőbetűjét használod, apait, anyait, és akkor így tevődik össze a neved, de akkor ezek szerint ez valóságosan csak egy D. D igen, ez igen. és az is lehet, hogy az ABCD szerint <laughs> nekünk a D jutott. Nem tudom, nem tudjuk. Hát bárhogyan is történt, az teljesen biztos, hogy nyolcadikos korodban megtértél. Ez így igaz, igen. Na, hogy történt ez? 14 éves voltál, ugye? 14. születésnapom után négy nappal történt. Igazából a, a, a én a Békési Pünkösi Gyülekezethez tartoztam, a családunk tartozott akkor, és ez pont a 70-es éveknek az az első fele, amikor az úgynevezett szabad keresztény ébredés történt, hogy a mi gyülekezetünket is meglátogatták, főleg Debrecenről, Budapestről, szabad testvérek, marozsánék, mézesék, és nagyon nagy hatással volt a fiatalokra is, és a felnőttekre is, de a gyerekekre különösen nagy hatással volt, úgyhogy sorba értek meg a, Keresztény családban a gyerekek, és hát köztük voltam én is. <coughs> Semmi nagy tettet nem hajtottam végre, hanem egyszerűen éhes voltam Istenre, és szerettem volna megismerni. És azt tudtam, én tiltakoztam, hogy én nem vagyok hívő. A szüleim hívők, de én nem. És amikor arra pontra jutottam, hogy. hogy de valami van abban, amit a, a szüleim csinálnak és követnek, és én szeretném megismerni az Urat, és egy egyszerű ilyen imám volt, egy, egy ifjúsági körben, ima körben, hogy Istenem, ha tényleg az vagy, akinek mondanak, akkor én szeretnének megismerni. És akkor ezzel egy ilyen hógulyó elindult, ami lavinává vált, és leterítette DNT-t. Szó szóval szerint nagyon komoly megtérés élményem volt, nagyon komoly szabadulás élményem volt, Szent való betöltekezés ott egy, egy órán belül tokkal vonulva, nyelveken szólással, hatalmas öröm kitörésekkel amiért én igazából nem kerestem, nem akartam, de nyitott voltam Isten felé, megszólítottam, és aztán elkezdett dolgozni bennem. Tehát akkor felismerted, hogy van itt valami nagyobb igazság a téged, nem az motivált, ami általában a felnőtt megtérőket szokta, hogy megpróbáljuk az életünket már minden, hogy a saját kezünkbe venni és jobbá tenni, de az ember előbb-utóbb rádöbben arra, hogy Isten nélkül ez nem megy. Nem volt egy konkrét csomag, amire te azt mondtad, hogy Uram, vettem a lábad elé, mert nem tudom elhordozni ezt a terhet. Nem volt. Nem is voltam én akkor tisztában ilyen, tehát nyolcadikos korában. Lehet, hogy mai gyerekek már tisztában vannak. 50 évvel ezelőtt nem voltak tisztában nyolcadikos gyerekek az ilyen nagy kérdésekkel. Bennem egy egészség volt, egy nyitottság volt picit irigyeltem a többieket, akik, akiket láttam, hogy tényleg egyik óráról a másikra megváltoznak, mert gyerekekként mi ismertük egymást a rokonsággal, gyülekezeti gyereksereggel, tehát itt tudtuk, hogy ki kicsoda, és láttuk, hogy hát olyat csinál, olyat mond, olyat képvisel most, ami tennep előtt totál az ellenkezője, és ez jobb, sokkal jobb, mint ami volt. És ez úgy szembesített engem is azzal, hogy, hogy lehetnék én is más, csak nem tudom hogyan. hogy ebben segített az úr. Viszont, igen. igen? Viszont mondjuk egy 14 éves gyereknek nincs sok minden letenni valója, ami a múltját illeti, de a jövőjét illetően sok letenni valója van. És azt gondolom, hogy, hogy mivel az életünket tesszük le Krisztus kezébe, akár hány évesen is döntünk, de az életünket tesszük le Krisztus kezébe, aki életkorban előbbre jár, annak több a múlt szempontjából, meg több gyógyulni valója van, de kevesebb van az előre aki meg fiatalon tér meg, annak kevesebb, amit letesz, kevesebből kell gyógyulnia, kevesebből kell szabadulnia, tehát egy szerencsés helyzet, viszont a jövőt előre letenni Isten kezében az ugyanolyan nehéz feladat, mint bárki másnak. Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert úgy tanultuk, hogy a korai kereszténységben az emberek minél később akartak bemerítkezni, hogy ne legyenek bűneik. Tehát volt, akik Tényleg csak az élető legvégén tette ezt meg, hogy semmiféleképpen ne halmozzon bűnöket. Tehát tényleg van egy felelőssége az embernek a bemerítkezés után, innentől fogva viszont egy fiatal embernek sokkal hosszabb időre van. Nem is azt mondja, hogy nagyobb a felelőssége, sokkal hosszabb ideig tart ez a felelősség, mint egy felnőtt megtérőnek. Ezzel teljesen egyetértek, viszont nagyon érdekes, amit az előbb mondtál, hogy láttátok megtérni a korodbeli srácot és hogy ez sokkal jobb, mint ami korábban volt. Általában ami a fiatalságnál jobb, az pont, hogy nem a jobb. De a ti korotokban még akkor tényleg az érték volt az érték? Valószínű, hogy kicsit más volt az értékrend is, de azt, amit, amit mindig is keres mindenki és fiatalok is, hogy boldog legyen, és hogy hogyan lesz boldog, és hogy amikor boldog lesz, akkor látszik rajta, hogy boldog. Ezt azért láttuk egymáson. Látták rajtam is. És az, amit, amit a Krisztussal való találkozás, a Szent Szellemmel való betöltekezés hozott természetfeletti forrásból örömöt, és nem drogáltal, vagy ördögi által, hanem tisztán a Szent Szellemtől, az annyira különbözik minden mástól. Péter Lapostól is nehezen tudta elmagyarázni pünkös napján, hogy nem részegek ezek, hát a nap harmadik órája van, Ezért beteltek szent élekkel. Tehát azért a mámor, mint olyan, az jár. Én, én Istent nem mámor ellenesnek látom, hanem mámor pártinak, csak a mámornak a forrása, ő szeretne lenni. És amikor a, a Szent Lelektől mámarosodunk meg, Efézusi levélben írja Pál, hogy ne bortol, hanem Isten szellemével teljetek meg, mert a mámor az jár az embernek, és amikor Isten megadja ezt a Szent Mámort, az nagyon kívánatos. És ezt, ezt 14 éves gyerek is látja, és egy öregember is látja, hogy mi a különbség. És vonzó ez a szent mámor, mert ez tiszta. Ez, ez nincsen kárvalótja. Ezután nem kell fölmosni, ezután nem kell kártérítést fizetni. Ez, ez, nem rombolással jár, hanem ez, 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 egy tisztasága, a szentséggel jár. Ez kívánatos. És mindig is az volt, ez ma is kívánatos. Nincs mit szégyelni utána. A világ világmámora után az ember azért gyakran szégyenkezik, uh -huh. és szeretné meg nem történtnek tenni, mert nem is ért az a mámor annyit, mint amennyi vele járója volt. Uh -huh. Ez a Szent Mámor viszont csak jót hoz az, az ember életében, ezen soha nincs mit szégyelni. Érdekes. Igen. 14 voltál, aztán 30 éves, amikor megkaptad az útmutatást, hogy mi a dolgod ezzel valóságosan? <coughs> Tulajdonképpen hívőként utána még több időt éltél le, mármint szolgálat nélkül, mint amennyit előtte meg nem tért emberként. Hogy telt ez az időszak? Annyit korrigálnék, hogy teljes időszolgálat nélkül. Tehát én nagyon hamar benne voltam a szolgálatban, tehát már onnantól kezdve, hogy megtértem, akkor még ugye a helyi gyülekezetnek a kereteim belül. Aztán 18 évesen egyetemre jelentkeztem, felvettek, erdőmérnök hallgató lettem Sopronban. Előtte egy év katonasság volt, és gyakorlatilag azzal, hogy én kikerültem a, a megszokott családi közegből, a megszokott gyülekezeti közegből, és elkerültem az otthonomtól, meg a gyülekezetemtől 400 kilométerre, ahol nem volt gyülekezet, meg három hónapig kise tehetem a lábamat a laktanyából, ott nekem egy nagyon konkrét hitbeli fejlődésem történt. Én azt gondolom, hogy, hogy előttem már négy évvel megtértem, és tényleg őszintén az Úrnak az útját jártam, az első három hónap többet hozott a seregben, hídbeli növekedés szempontjából, mint az az előző négy év. Azért, mert az, az, a sajátom volt, az már nem a megtámogatott külső körülmények, mint család, mint gyülekezet, mint egy, egy biztonságos élet, hanem ott ha úgy tetszik, akkor ellenséges közegben voltam, nem velem szembe voltak ellenségesek, de azért egy durva, csúnya beszédű, egymást szivató társaságban Krisztusnál maradni, vagy az van, hogy nem sikerül, vagy nagyon Krisztusnál köt ki az ember. Úgyhogy Addig is olvastam a Bibliát, de ott a, a minden órás Biblia olvasásaim voltak. Muszáj volt. Egyszerűen a lelkem kiáltott azért, hogy én talpon akarok maradni, nem akarok összeomlani, nem akarok lecsúszni. És a sereg az egy ilyen vízválasztó. A jó ember jobb lett, a rossz ember rosszabb lett, rosszabb lett. Engem hála Istennek, hogy hogy nem a lecsúszás, hanem a fölfele irányába vitt a szentélek. Úgyhogy nagyon hasznos volt ebből a szempontból és ott a tudtam bizonyságot tenni, mert láttak engem Bibliát olvasni, cikizés volt ugyan, de mégis volt, aki kíváncsi volt, hogy mit csinálsz, miért vagy ilyen. Hallottak néha imádkozni, mert volt, amikor őrségben hangosan imádkoztam, úgyse hallja senki, csak közben a srácok hallották. <laughs> é, és, és nagyon konkrétan tudtunk beszélgetni. Ott találkoztam egy karizmatikus katolikus sráccal, akivel együtt úrvacsoráztunk egy őrszolgálatban, bent az őrszobán, fekete kávéval és kenyérhéjjal, mert igazából az volt elérhető, de, de annyira fontos volt, hogy, hogy testvérekre testvérre találtam abban a közegben. Nagyon érdekes megint csak, mert én is hallok sztorikat, srácok hegyet másztak, és akkor előkerült a narancsli és a banán úrvacsora gyanált, és az egyik pásztor ezt hallgatta, és azt mondta, hogy micsoda, de ezt meg hogy gondoljátok, hogy mi, mi van itt a hangsúly? Az, hogy meg akarjuk tenni, vagy tényleg az eszközök, amik elő vannak ezek nagyon fontos hozzávalók? Nem gondolkoztunk ezen akkor. A seregben nem lehetett bevinni alkoholt, tehát bor nem jöhetett szóba. De volt kávé. <laughs> Krisztus ott volt közöttünk. Szóval nekem elindult már nagyon korán a szolgálatom, később, amikor egyetemistaként Sopronban egy katolikus közösségbe, ifjúsági közösségbe jártam, a Bulányi Féle Bokor mozgalomnak volt ott egy erős kis bázisa Sopronban az egyik templomban, és hetten valahányan jártunk az ifjúsági közösségbe. Az evangélikusoknál volt egy jó kis kórus, amit a Laborci Erzsébet karnagy vezetett, abba jártam énekelni, és a református templomba jártam Isten tiszteletre, a Vladár Gábor, aki később professzor lett, akkor volt ott kezdő lelkipásztor, és az ő ígérdetéseit hallgattam vasárnaponként. A, a, baptistákhoz időnként eljártunk egy-egy imóra, de olyan, akkor egy nagyon pici és nagyon öreg gyülekezet volt, és Mészáros Kálmán, aki később elnök lett, akkor volt ott körzeti lelkipásztor, ott ismerkedtem meg vele. És volt egy pünkösdő volt Sopronban, hozzá vacsorázni szoktam menni. Tehát nekem ez a kitekintés, hogy Krisztus teste lényegesen nagyobb az én gyülekezetemnél, az én falumnál, az én családomnál, ez nagyjából a 19 éves kortól kezdődött. És aztán Pározamosan az egyetemen több hívő fiú és lány volt, akikkel úgy meg megismerkedtünk, és elhatároztuk, hogy nekünk kevés a heti egy találkozás a, a nagy körrel, nekünk kéne még egy plusz, ahol kicsit más csinálunk, másképp beszélgetünk, másképp imádkozunk. Hogy ott alakult egy hatfelekezeti háttérből levő kis társaság, és igazából ott jött az, hogy én voltam az egyik kezdeményezője a csapatnak, hát valamivel kéne foglalkozni, valamit kéne csinálni, de hát kevés a tudás hozzá, és akkor az egyik évünk az egyetemen egy viszonylag könnyű menet volt, és akkor beiratkoztam teológiára, hogy szerezzek alapismereteket legalább úgyhogy egyszer szereztem ö, végzést itt is, meg ott is, de nem azért akartam én csinálni, hogy lelki akarok lenni, én mérnök akartam lenni, sok pénzt akartam keresni, sikeres akartam lenni a, a szakmában, de nem akartam, nem volt ilyen szándék, hogy én szolgáló leszek. De közben a, a, az otthoni lelkipásztorunk, akkor Makove János testvér volt a lelkipásztor a békési gyülekezetnek, időnként felfelkért, hogy, hogy, nagyobb közönség gyülekezet előtt mondjak valamit, szolgáljak igével, valahogy azt látta, hogy talán érdemes nekem ezzel foglalkozni, tehát Ilyen szempontból a gyülekezeti szolgálat, az ige szolgálat, az nagyjából olyan 22-3 éves koromtól már rendszeres volt. Aztán később felkérés kaptam, mikor már végeztem, és aztán hazaköltöztem, felkérés kaptam, hogy az ifjúsági közösséget vezessem, akkor abba is volt egy pár befektetett évem magában a vezetésben, hogy hogyan kell egy csoportot vezetni, mit kell azzal csinálni, hogy kell, csinálni, hogy kell jövőt tervezni. Tehát anélkül, hogy én tudatosan készültem volna arra, hogy majd egyszer teljes idejű lelkipásztor leszek, és ezt kvázi professzionálisan fogom csinálni, anélkül minden olyan elemet magamba szívtam, belekerültem, ami kellett ahhoz, de nem volt bennem tudatosság, ez így jött. Hogy vetted ezeket a különböző rádbízott dolgokat? Most kérlek, gyere fel a színpadra, beszélj egy kicsit, most vidd az ifi közösséget, ezeket te dicsőségként élted meg, és örültél, hogy mozgulódhatsz az egyházba, vagy fel sem tűnt számodra, hogy mi az, ami körvonal az ódi Tehát, hogy tulajdonképpen már bele vagy helyezve a szolgálatba, csak még te nem tudsz róla. Nem tűnt föl egyáltalán, lehet, hogy káros lett volna, ha föltűnt volna. Uh -huh. Ezzel együtt persze nagyon izgalommal, főleg az elején az első ilyen lépések, nagyon izgultam, nagyon feszültem, meg hát egy ilyen jó érzés, hogy na, látjátok, észrevettek. De hát pont ebből következtek a nagyon komoly pofonok is, mert azért a, bukás gőg előzi meg, tehát szükséges volt az, hogy néhány nagyon komoly pofont kapjak, akár a szolgálat területén is, kudarcokat, kiúzanító intéseket, vagy pofonokat is. Emlékszem egyszer egy, egy még sopróma voltam egy katolikus lány abban a közegben, valami nagyon, nem tudom már mit, de megintettem az úrnak a nevét, mert valamit szerintem nem jól csinált. Objektíven nem jól csinált, de és én pedig a magam módján úgy keresetlen szavakkal elmondtam, hogy hogy kéne csinálni. És akkor megforul és rám azt mondja, Tamás, te még nem szerettél engem annyit, hogy ezt elmondhatod volna nekem. Hogy jogod lett volna ezt elmondani. Hú, de érdek. és akkor egy orva vágott, hogy ja, lehet, hogy szeretni kell az embereket előbb és sokat, és ez adhat esetleg arra felhatalmazást, hogy valamit megosszunk. hogy ez nem jár, hogy én mondanom, vagy kötelezettségem, hanem ez egy kiváltság, hogy, hogy valakinek én mondhatok valamit, de azt meg kell alapozni. És volt még egy pár ilyen, amik, ha, ha tudtam volna, hogy én teljes szolgával leszek valamikor, akkor lehet, hogy torzított volna. Így egy természetes járója volt. Egy Ennyi, ilyen kielentés kielentés is. Egy ilyen kijelentés a másik oldalról, ezt így gondolom hazaviszed magaddal, ez úgy örülődik benned. Hát figyelj, ez 40 éve hozom. <laughs> Mit okoz ez egy emberben? Mit okoz ez egy olyan emberben, aki élvező, hogy na most hirtelen középpontba kerültem, és én szolgálok? Segít abban, hogy egyensúlyba kerüljön. És nagyon szükségeseknek látom, a megterheléseket, a próbákat, a, akár a szenvedéseket, vagy a fájdalmakat, vagy a kudarcokat én nagyon fontosnak tartom, mert igazából az egyensúlyba tart bennünket. Hogy, hogy nem mi diktáljuk a dolgokat, nem én fújom a passzáccelet, nem vagyok én annyira fontos, hogy, hogy Istennek nagyon tisztelnie kéne engem. Tehát hogy az a teremtő, meg az a megváltó, aki egy szavával hozta létre mindenséget, az én kis hozzá képes kis porszemmi mi voltam, ott ne értékelj már felül, alul se kell, de felül se. Mert bennem legalábbis volt hajlam arra, hogy hát többnek gondolja magam, mint akinek valójában kéne. És akkor ez úgy segít vissza az egészséges. De ezek a pofonok akkor abban a pillanatban tudnak ám nagyon fájni, ugye? Kell is, igen, persze, persze. Tehát ez megszigyenítő, ez, ez nagyon, hát én el, majdnem elsüllyedtem szégyenembe, hogy, hogy mekkora tapló vagyok. Egy korábbi műsorban beszéltél arról, hogy a felkészítés és a megkímélés az nem ugyanaz egy szülő részéről a gyermek felé. Valószínűleg ezzel a mi atyánk is így van, ezért lehetünk mi is így a gyermekeink felé akkor ez a felkészítési időszak, ez viszont pofonokkal jár. Kérdezem ezt tőled azért ennyire részletesen most, mert biztos, hogy nagyon sokan járják meg, és járjuk meg ugyanezt, és hogy ha valaki erre adja a fejét, akkor annak számolnia kell azzal, hogy ez benne van a pakliban, de ez nem veheti el az ember kedvét. Gondolhatjuk akár azt, hogy ezek a pofonok valahol azt jelentik, hogy jó úton vagyunk, hogy éppen kiképzés alatt vagyunk a felé, amit el szeretnénk kérni, vagy amit Isten akar tőlünk, hogy elérjük azt? Én azt gondolom, hogy összességében az élettel járnak együtt a pofonok. Senki nem úszza meg. Tehát ha belegondolunk, egy sportoló, aki bármilyen versennyel indul, lehet, hogy soha nem lesz a neve, egyetlen egy listán sem rajta, de kőkeményen küzd, izzad, szenved, izomláza van, győz, veszít, és, és a, a végén még nem is lesz olimpiai bajnok, meg még megyei bajnok, meg senki nem lesz, de a testét ugyanúgy kell neki szenvedetnie ahhoz, hogy valamit is elérjen. Szóval az élettel vele jár, szerintem a küzdelem, a szenvedés, bárhol vagyunk, és ez nem különbözik a szellemi szolgálatban levőktől, csak a szellemi szolgálatban levőknek az ördög egy kicsit jobban az ellensége. Mert hogyha ott megbuktat egy szellemi szolgálat, akkor százakra, ezrekre, vagy még többekre van negatív hatással, és nem tudja felmérni ennek a tovagyűrűző hatását. Az, az ember. Éppen ezért nekünk jobban kell a, a Krisztusba kapaszkodni, és minél, minél előrébb tart valaki akár a lelki-szellemi életben évek számában, vagy felelősségi szinten, annál nagyobb szentséget kell, hogy éljünk. Ezt, ezt nem spórolhatjuk meg. Tehát kevesebb mentség és nagyobb szentség. Mm. És, és nem szabad eltusolni a, a szolgálóknak a, az olyan védkeit, amit a közösség ellen ö, vétenek. Ha a, a politikában az arra megy, hogy ússza meg, a szent szolgálatban nem szabad megúszni, mert ha megúszuk, akkor az ördög nyer. Akkor megrontjuk a Krisztusnak a testét. Tehát itt egy nagyon kemény pálya van, és ezt azért kell komolyan venni, mert az a feladatunk, hogy a Krisztusnak, a atyának a szentségét képviseljük és mutassuk be, és elsősorban rajtunk kell a szolgálókon látszódnia, belül meglenni, és kívül látszódnia ennek a szentségnek. És ez nem egy könnyű pálya. Nem, és nagyon sok szolgáló azért próbálja szerintem rejtegetni ezeket a hibákat, mert féltik maguk, magát a szolgálatokat mi van akkor, amikor egy szolgáló hibázott, és az, 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 az a bűn, a bűnhődést megkívánja magával hozza tulajdonképpen. Mi van a szolgálóval? Szolgálhat, nem szolgálhat? Én valahol azt gondolom egyébként, hogy, hogy az eshetősége és az eshetőségéből való felállása teszi hitelessé a szolgálót, mert különben bort iszik vizet, plidikál, nem? Én most nem tudnék általános érvényű mondani ezzel kapcsolatban. Azt mondom, hogy minden helyzet és minden eset más és más, és nagyon fontos az, az amit úgy mondjuk, hogy egyedi elbírálás. De ez azt jelenti, hogy legyenek egy szolgáló körül olyan felelősségteljes szolgatársak, akik viszont becsületesen megvizsgálnak, transzparensé válik a, a, az megesett, vagy elbukott, vagy, vagy ilyen problémás szolgáló, mert transzparens lenni, el tud fogadni segítséget, akár lelkigondozói segítséget, vagy, vagy mentorlást, vagy valamilyen olyan, olyan segítséget, amelyen ki tudja köszörülni azt az okot, ami miatt valamiben elesik. Tehát mert annak mindig van oka, az nem úgy csak, úgy születik, annak van egy előélete, és az valahol elkezdődött. Oda nagyon mély alázat kell, és, és transzparencia valaki felé legalább, vagy valakik felé, hogy az megnyilatkozhasson, és akkor lehet segíteni. Hogyha ha nyitott és hajlandó arra, hogy segítséget elfogadjon Isten más szolgáitól, vagy akár civiltől is, akkor azt gondolom, hogy van rehabilitálás, és, és lehet folytatni egy bizonyos idő után. De nem foglalkozni a dologgal az a legnagyobb hiba. Te nem is erre készültél, hanem erdőmérnök szerettél volna lenni, Így van. és nagyon gazdag, mert hát abból meg lehet kőkeményen gazdagodni, ugye? De ma mégsem erdőmérnökként ülsz itt, ami azt jelenti, hogy elengedted azt, amit ez ígért neked, ezt a kecsegtető életmódot vagy megfordulhat az ember fejében az is, hogy találtál egy még jobb módot, és azért váltottál. Mi az a lehengerlő erő, amit téged el tudott tántorítani attól, hogy ezt az a -tervet megvalósítsd, és beléphessen a b -terbe? Isten a történelemnek az ura, és nem csak a nagy világ történelemnek, hanem az egyedi történelemnek, tehát az én történelemnek is ő az ura. És mégis úgy alakult az én sorsom, hogy, hogy az a cég, ahol dolgoztam mérnökként, ott pont a magyarországi rendszerváltás idején leépítések, átszervezések és leépítések voltak, és nekem megszűnt a munkám. Úgyhogy kvázi munkanélkülivé váltam, és ez egy aprópó volt arra az akkori lelkipásztalomnak, hogy meghívjon teljes idői ifjúsági lelkésznek a gyülekezetbe. Addig is az ifjúsággal foglalkoztam, csak nem teljes időben, hanem szolgálatból. Adott egy lehetőség, hogy akkor váltsak. Így megmaradtam egyfajta munkaviszonyban. A fizetésem az harmad annyi lett, úgyhogy emellett elkezdtünk egy vállalkozást a feleségemmel, és tizenvalahány évig nem készítettünk, és árusítottunk, és forgalmaztunk. És akkor egy, egy öt évre rá pedig akkor jött egy gyülekezeti elhívás, meghívás. Illetve ez még, igen, az ifjúsági pásztor ideje alatt volt ez a 92-es konkrét ö, gyülekezeti lelkipásztori elhívás, amit megkaptam belül, azt nem tudtam, hogy ez hol, hová és mikor a szól, csak tudtam, hogy ez valamikor lesz. Ja, hogy akkor nem egy konkrét gyülekezet hívott el, mint lelki pásztort, hanem te belül érezted, hogy neked ez a szolgálatod, de vártad megvalósulni a világban, igen, hogy jöjjön igen, a megkeresés. Igen, kerestem is, néztem, hogy hol, hogy nem ez lehet, nem az lehet, de... Aztán, amikor engem találtak meg, és nem én kerestem, akkor az nekem volt, -e, hogy akkor, akkor most jött el az idő. Voltak zsák utcák, ahol azt gondoltad, hogy na ez lesz az, de és akkor próbálkoztál? De... Igen, 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 Hogy élted meg, amikor rádöbbentél arra, hogy ez nem az, azt gondoltad, hogy ez nem az, de ettől függetlenül van, vagy esetleg megtorpantál abban is, hogy tényleg ez az elhívásom? Abban nem torpantam meg, hogy tényleg ez. Abban igen, hogy... Tehát volt egy gyülekezet, ahol, ahol én, amit én nagyon szerettem volna, szimpatikus gyülekezet volt. Nagyon szimpatikus, szép volt a, város, jó volt a gyüli, az épület, és az embereket is szerettem, ismertem valamennyire. Időnként megfordultam, ott rokonaim laktak ott. Úgyhogy volt egy szín, és az, valahogy azt gondoltam, hogy hm, szerintem talán ez. Tehát, aztán egyszer egy vendégszolgálatra hívtak meg, nem olyan cél, hogy én legyek a lelkipásztor, csak egy igényedetésre, és akkor én ezt úgy konstatáltam, hogy na, most kell alakítanod, mert ebből jöhet egy, egy következő megkívás. És rettentően besülülődtem. És aztán a, a, az az ügyvezető lelképásztor, aki akkor ott szolgált és meghívott, azután engem leültetett, és kőkeményen számunkért, hogy milyen mondatok hangzottak el az ígéretetésben, amik sértették a gyülekezetet, a gyülekezetnek bizonyos rétegét. És én legszívesebben egy nappal visszatekertem volna, az órát, hogy ne történt volna ez meg, de ez egy olyan kihozanító dolog volt, hogy, hogy én ne akarjam, hanem majd Isten elhozza az idejét, várjam meg. És akkor egy fél évre rá viszont már engem kerestek meg egy másik gyülekezetből, és akkor az úgy alakult ki. Milyen érdekes, hogy egy ilyen megdorgálás után az ember azt gondolhatja, hogy na, ennek az idézőjeles karriernek, meg hát nem idézőjeles, mert valóságosan annak is szánja az ember, ennek vége. Most, amit én itt a pódiumon csináltam, és amilyen megdorgálást kaptam ezután, engem biztos, hogy többé nem hívnak, nem fordul ez meg ilyenkor az emberben. Az első, az, az legelső gondolatom az volt, hogy ezek nem ismerték fel a nagy lehetőséget bennem. Oh. <hállt> <hállt> jó, ez jó. Aztán egy pár nap múlva megfordult a kocka, hogy én nem ismertem fel a lehetőséget. <hállt> Úgyhogy, de egyébként, tehát ezelőtt ez elő, ez az alkalom, előtt volt egy néhány hónappal az a 2000, vagy 1992 szilveszteri isteni látogatás, mert Isten meglátogatott. Ö, kint voltunk egy nemzetközi ifjúsági konferencián, egy szilveszteri konferencián Hollandiában, és... Ö, egy sportcsarnokba aludtunk, volt egy férfi sportcsarnok, fiúk matracon, mit tudom, egy 500 -an. volt egy női sportcsarnok, ott is vagy 5-600 lány aludt a földön matracon, és, és ott az egyik, egyik éjszaka, pont, pont szilveszteri éjszakáján, amikor vége volt a nagy szilveszteri ünneplésnek hajnal három körül, nem bírtam elaludni, és, és hazás alatt voltam annak, amit a napokban megéltünk, és elkezdtem imádkozni és keresni az urat, hogy, hogy, itt van egy év, most indul, eltelt belőle pár óra, nagy része még hátra van. Mi lesz ez után? És akkor nagyon konkrétan Isten meglátogatott ott. És nagyon, nagyon erőteljes átélésem volt, hogy a Szentlélek beszélt hozzám, vezetett igékhez, és igék, igékből alakított ki bennem egy, egy ilyen pazult, egy, egy, egy mozaikot, egy képet, hogy neki mi a terve velem. És, és ak akkor volt az, amikor tudtam, hogy hogy ez valamikor lesz, hogy teljes idejű leszek, föl kell vállalnom valamilyen felelősséget, amiben sose voltam, olyanban sose voltam. Nem tudom, hogy ez pontosan mit akar, csak tudtam, hogy ez lesz. És, így... és aztán arra rá egy nyolc hónapra, kilencre keresett meg az a gyülekezet, ahol végül is kezdő lelkipásztor lettem 31 évesen. És innen pedig talán már rohamléptekben történtek a dolgok, mert nem sokára talán azon találtad magad, hogy missziós elnökké léptél elő. Alelnök. Alelnökké. Alelnök. Mit jelent ez? A, akkor a Pünkösdi Egyháznak a, a, vezető hármasa egy elnökből és két alelnökből állt, és az egyik alelnök az általános alelnök, a másik meg a misszióért felelős. Tehát az egyházon belüli misszióért felelős, a különböző misszió ágak, mint gyerekmisszió, tini misszió, ifjúsági, férfi, női, nem tudom, még sok minden volt már akkor is az egyházon belül, annak a koordinálásáért, stratégiai építésért felelős vezető voltam a gyülekezeti pásztorlás mellett. Amikor felszokott jönni itt a műsorban a misszió fogalom, akkor én mindig kitérek erre egy picit, nem lehet róla szerintem eleget beszélni, mert nagyon homályos képek vannak a fejünkben ezzel kapcsolatban. Mit jelent a misszió? Kiküldetést feltétlenül, hogy megyünk szerte és hirdetjük a Jézus Krisztust, felekezetünket, hogy kell elképzelni a missziót? Igen, tehát alapvetően a küldetést jelent a misszió. Jézusnak a, Máté Evangélium a végén mondott missziós parancsa hogy menjetek el és tegyetek tanítványa minden népet. Kereszteljetek meg őket, tanítsátok meg, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. És én veletek vagyok a világ végéig. Tehát Jézus egy, egyfajta egészséges offenzívára hívta az nem csak lenni, hanem tenni is. És az, amikor, amikor ebben foglalatosak vagyunk, az gyűjtőfogalomként nevezzük missziónak. És ennek nagyon sok ága van, mert, mert ahány, ahány típusú ember van, ahány emberi rétegződés van, ahány emberi halmaz van, mindenki felé van Krisztusnak mondani való üzenete, mert ő minden embert úgy szeret, hogy az őrök dicsőségébe akarja őket látni, és ehhez meg nekik hallaniuk kell Krisztus megváltását, valahogy képviselni kell, és ezért mindenki felé valahogy meg kell, ez nyilatkozzon. Most így jöttek létre, vagy jönnek létre a különböző célcsoportok, missziós célcsoportok, a gyerekek, a tinédzserek, a férfiak, az, az öregek, és akkor lehet szakmák szerint is, mert mondtam, van a orv keresztény orvostársaság, van keresztény jogászoknak a társasága, van keresztény vállalkozóknak társasága. Tehát ilyen szempontból, hogy mindenki ez valami módon eljusson az evangélium, ez nagyon sokféle képviselete van. És igazából csak ennyi, hogy, hogy képviselni Krisztust. De hát mit jelent az, hogy képviselni Krisztust? Végül is azon a, az emberi létezésünkön keresztül, amely emberi csoporthoz mi tartozunk, akár az életkorunk, vagy a szakmánk, vagy a lakóhelyünk, vagy bármi miatt, a, a, ahhoz az ember csoporthoz nekünk van ráérzésünk, nekünk van eszközünk személyesen. Tehát én talán egy, egy festőművésszel nem tudok úgy beszélgetni, mint mondjuk egy mérnökkel. Egy mérnöknek, több a rezonanciám, egy művésze sokkal kevesebb. Ma már nincs rezonanciám a tínézserekhez. Amikor tínézser voltam, akkor volt, de most, most a kortársaimhoz van sokkal inkább rezonanciám. Tehát mivel mi is változunk az életünkben, az élethelyzetünk változik, így a belső kvalitásaink is változnak és alakulnak, de mindig van egy olyan ember csoport, amelyen azonos hullámhoz Azok felé van küldetésünk az életünk megosztása, a beszélgetéseink, vagy akár konkrétan a Krisztus üzenetének a meghirdetése. Tehát a missziót én nem csak abban értem, hogy az a misszió, amikor direkt Jézusról beszélünk, meg üdvösségről, mennyről, pokorról, persze ez a, ez, a, ez a lövedék, ez a lövedék, ami el kell, hogy találja. És ennek a szó nélkül nincsen, nem, nem lehet megtérni, nem lehet Krisztust megtalálni de nagyon fontos, hogy egy fészekben történjen ez egyfajta olyan közegben, amiben befogadhatóvá válik. Na, ezt a közeget megteremteni volt az én missziós alelnöki feladatom, hogy segítsek megteremteni és motiválni azokat, akik a különböző misszióban dolgoznak, hogy jó legyen ez a fészek megteremtés, ez a közeg létrehozás, de legyen benne az a konkrét üzenet is, ami a megtérés, az újjászületéshez vissza az embereket. Nagyon tetszik, amit mondasz, mert... Szomorúan látom, és valahol én is ezt éltem meg korábban, és talán ez segített felismerni a problémát, hogy ahogyan te egy mérnökkel jobban szót értesz, mint bárki mással, úgy az emberek a saját környezetükkel sokkal inkább szót értenek. Mégis az van, hogy a megtért ember nagyon sokszor menekül a közegből, ahol megtért, ahol megismerte mm -hmm. Jézust, mert hogy az az élet rá káros volt. És talán elfelejtjük azt, hogy akik közt élünk, azokra az emberekre is ugyanúgy káros az az életmód, és azoknak az embereknek is ugyanúgy szükségük van az evangélium üzenetére. Szerintem nagyon fontos dolog. Nyilván van, akiket Isten azt ő kilánta közegéből, és elküldi a világ másik felére, hogy tegyél az én nevemben itt csodákat, jeleket, de szerintem nagyon sokszor van arra szükség, hogy az ember, keresünk, hogy hová mehetnénk, de hogy pont ott maradjunk, ahol megtértünk. Hasonlítom ezt ahhoz, amikor már a leves majdnem teljesen készül, és, és behabarjuk. Akkor általában úgy szokott lenni, hogy előkészítjük azt a habarást, egy kicsi forró levest belemerünk, és megpróbáljuk temperálni, és utána visszaöntjük a levesbe. Tehát ki kell venni bennünket abból a közegből, amíg megerősödik, megszilárdul bennünk. A, a, küldetés tudat, vagy a Krisztus való tartozásunk, amíg, amíg megerősödünk benne. Ez lehet néhány hónap, egy-két év, de egy idő után vissza kell bennünket önteni, mert akkor tudunk olyan hatással lenni az egész közegre, amely Krisztus és dicsőséges. Hogyha ha, ha nem történik meg ez, akkor hát amikor csomós a, a, a leves, akkor azt mondta, hogy hát a habarásnak az előkészítés nem volt jó. Tehát, hogy ne csomósok legyünk, hanem, hanem homogének, ahhoz kell egy ilyen ö, kivétel. És Jézus is a tanítványait kivette a közegből három évre utána, visszaküldte őket a közegbe, és hát látszik, hogy milyen jó hatása volt. Ö, ez azt gondolom, hogy ezért szükséges, hogy legyen, és a tanítványképzésnek ez a lényege, az, hogy Jézus mondott, hogy tejed a minden mindennépeket, hogy Tanítsátok meg őket arra, amit én mondtam. Mutassátok be és tanítsátok meg. Ez egy ilyen fontos időszak, de vissza kell menni abba a közegbe, mert hogy a kommunikáció meg az egy hullám hosszon levés, az működik. Az egy más kérdés, hogy az a közeg lehet, hogy már nem nagyon fogad. Mert túl idegen, mert, mert idegen test vagy benne. De ez egy másik történet. Meg nem árt az embernek vigyázni magát, hogy visszakerülve a régi közegbe, mert azt is mondja az igen, nekünk, hogy a a jó erkölcsöt is képesen megrontani. Így van, tehát lehet, hogy éppen ezért nem kell visszamenni. Uh -huh. Van egy nagyon érdekes mondat, amit tőled olvastam, és bár kevés az időnk már nagyon, de én ezt mindenféleképpen szerettem volna tőled megkérdezni. Krisztus maga a garancia arra, hogy a látható és a láthatatlan világban az egyház jól funkcionál, vagy úgy működik, ahogy betölti a szerepét. Hát a világban most pont nem ezt látjuk, hiszen azt mondja, menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Azért a világnak nagyjából az egynegyede keresztény, és én mostanában azt hallom, hogy csappan meg egyre inkább ez a szám, hogy mégis azt mondod, hogy Krisztus a garancia arra, hogy az egyház betölti a rábízott szerepet. Mit értünk ez alatt? Az első felére megyek vissza, amit, amit magyarázatként mondtál, hogy nem ezt látjuk a világban, nem ezt látjuk a nyugati világban. Tehát nem ezt látjuk Európában, vagy esetleg Észak-Amerikában. De ha elmegyünk Ázsiába, elmegyünk Kínába, elmegyünk afrikai országokba, ott, ahol nem ekkora nagy kulturális fogadtatása van a kereszténységnek, mint nálunk, ott meg egy nagyon markáns növekedés van. Óriás növekedés. Ott a százmilliós növekedések vannak. Érdekes, mert pont ezekben a térségekben leginkább tiltott, ugye? Igen, tudom igen, igen, igen. Ott és talán lesz. pont ezért van ekkora növekedés benne? Mert hogy kénytelenek az emberek jobban bízni az Úrban? Nekünk itt ebben a kényelmes nyugati világunkban mi van, hogyha. Mit jelent a mindennapi kenyeret ad meg nekünk ma itt nálunk? Nincs, nincs jelentősége. Hát akkor eszünk, amikor akarunk, és annyiszor, amennyiszor akarunk. Tehát annyira a jólét az bennünket elfordít az Istenre hagyatkozástól. És a, a szükség állapotok, a szükséges helyzetek azok viszont oda visznek. Egy pár hónappal ezelőtt egy ukrán lelkipásztort hallgattam, és mondta, hogy hogy a háború zónában olyan ébredés van Ukrajnában, és tínézser fiúk, lányok mennek e, prédikálni az embereknek, evangéliumot hirdetni, és nagyon komoly megtérés hullám van a legveszélyesebb zónákban most. Erről nem szólnak a hírek, de azt mondja, hogy ez a valóság, hogy több, több hívő, lett a háborús időben, mint előtte tíz évekig. Mert hogy a szükséghelyzet az élet nagy kérdéseit sokkal közelebb hozza az emberhez, és nem lehet elmenni mellette szótlanul. Úgyhogy tehát ez az egyik, hogy itt a nyugati világ sajnos erre az igaz, de az egész világon hála Istennek, hogy, hogy növekedése van a Krisztus követőknek. Hogy Krisztus a garancia, hát ez, ez igen, hogy, hogy a, az, a, a jövőnek a reménysége az Krisztus. És a Szentlélek megígérte, hogy bennünket a Krisztusnak a visszajöveteléig, a Krisztus napjáig felkészít és alkalmasá tesz. Ezt én hitáltal mondom, nem azért, mert ezt minden szempontból látnám megvalósulni, de azért, ahogy egy bűvös kocka kirakásánál a, a teljes kirakás előtti 5-6 fordulat, az még egy hatalmas káosz annak, aki nem ért hozzá annak, aki meg hozzáért, az öt fordítás és minden mind a nyolc oldalak ki van rakva. Tehát az, hogy milyen bonyolult dolgok vannak most a világban is, mennyire nem látszik a Krisztusnak a, a, a győzelmessége, ez pár fordítás, néhány fordítás és, és megtörténik. Tehát azért én hiszek az Isten meglátogatásában, hogy, hogy meglátogatja az embereket, amikor nagy szükség van, és Igaz az az ig, amit Pál Lapostól mondta, hogy sokasodik a gonoszság az utolsó időkben, de a kegyelem még inkább megnövekszik. Én számítok erre a kegyelem kiáradására. Na ennek a garanciája Krisztus, mert ezt ő ígérte meg. Szerintem ez egy tökéletes zárszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad az életedet velünk. Köszönöm, örömmel tettem. Én hiszem, köszönöm. hogy sokan épülnek majd belőle, és talán erőt ismerítenek a jövőre nézve. Legyen úgy és köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet. Pontosan így gondolom én is, hogy az, hogy most nem látjuk megvalósulni azt, amiben hiszünk, az nem azt jelenti, hogy akár egy következő pillanatban az Úr ne hozna egy csodálatos fordulatot, csodák jelek által is, és lehetne látható az, amit mi a láthatatlanban hiszünk. Tartson ki mindenki a hite mellett, ne rendüljön meg benne, hiszen a keresztény embernek ez a legfőbb erénye. Az Úr áldja meg mindenkinek a hetét. Viszontlátásra! Thank you.